Egy-egy gyönyörű kastélyra, impozáns várra rá a turista, ha az épületekhez kapcsolódó történetek, legendák érdeklik. Szóval, ha időutazásra készül az ember Ausztriában, a Gogogó -Go stúdiójában, Szedlák Péter, az Osztrák Idegenforgalmi Hivatal Budapesti képviseletének marketing vezetője. Felfűzték már nagyjából a látnivalókat egy kastélytúra túra útvonalra, úgymond, aminek az előnye, hogy például elektromos kerékpárral is meg lehet tenni. És ebben az Ezt igazán tecik. nagy előny, hogy még többet tudunk fizikális részről sporolni, illetve még nagyobb távokat tudunk megtenni az adott nap, így még több kastélyt vagy várat tudunk megnézni. Több mint 30 ilyen látnivaló található a kastélytúra útvonal mentén. Nem sorolnám most fel, hogy pontosan melyek ezek. Hmm. Ugye a Stájerország honlapján megtalálhatóak ezek, úgyhogy. Tudom ajánlani, hogy ha valaki egy picit informálódni szeretne előtte, akkor ott, ott konkrét információkat tud találni. De például az említett Regelsburg, az, az egy tipikusan ilyen, ilyen vár is, nem csak település, amit érdemes megnézni. Van benne egy vármúzeum, egy fegyvermúzeum, ez a legtöbb várban nagyjából megtalálható, de van egy boszorkány múzeum is, ami kifejezetten érdekes. A településnek is van köze a boszorkány üldözéshez, úgymond, és nemrég felújították ezt a múzeumot, úgyhogy egy, egy, igazán látványos és a mai időbe is áthelyezett, illetve a mai időkre is tanulságot hordozó kiállítás látható a Régezburgi várban. És amit még itt ajánlani tudnék, az egy ragadozó madár bemutató. Engem lenyűgözött, amikor ezt láttam, hogy ezeket a hatalmas madarakat ilyen két-három méteres távolságból ugye nem nagyon van az embernek alkalma, mert max a réten látja, vagy, vagy több száz méteres távolságból. Egészen elképesztő, hogy két-három méterről egy sas, vagy egy, vagy egy keselyű, vagy egy, 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 ilyen ragadozó madár milyen látványt nyújt, illetve a repülése is megragadó. Hihetetlenül, hihetetlenül szép látvány. Van olyan kastély, ami esetleg szállodaként működik? Szomszédos tartományban, Burgelandban tudnám kiemelni a Borostyánkő kastélyt. Több szempontból is érdekes, az 1200-as évekből származnak a legrégebbi falmaradványok ebben a, ebben a várban, de talán ennél is érdekesebb az, hogy szállodaként is működik. Kilenc eredeti bútorokkal berendezett különleges szobát kínálnak. Májustól októberig egyébként megtekinthető nem szálló vendégként is a vár, tehát vannak idegenvezetések és talán még egy érdekessége a várnak, hogy az 1800-as évek végén az Almási család vásárolta meg, és itt született Almási László, aki híres Afrika kutató volt, és ugye az Angol Beteg című filmnek a cím szereplője is. <laughs> és a család az első világháború után gazdasági okból kezdte el kiadni a, a vár egyes szobáit, és a második világháború után nagyjából üzletszerűen szállodaként is üzemelteti, a mai napig az almási családé. A 30-ból, amit mondtál ezen a Stájorországi kastélytúrán, sok olyan van, amit esetleg csak messziről érdemes megnézni? Tehát csak arra vagyok kíváncsi, hogy nyilván nem mindegyikben működik múzeum, vagy interaktív múzeum akár a gyerekek számára. Szintén az osztrák vendégrátókra jellemző, hogy az esetek nagy többségében kínálnak valamit, ha nem is, maga a vár múzeum, vagy, 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 ilyen jellegű kulturális, akkor valamilyen egyéb programot ö, mindenképpen kínálnak, illetve az még előfordulhat, hogy előzetes bejelentkezéssel lehet csak megtekinteni. Tehát ö, érdemes előre ö, felkészülni oda telefonálni, és akkor, akkor viszont van idegenvezetés. De lehet, hogyha valamelyik ö, kastély vagy vár nem annyira a fő ö, útvonalon található, vagy nem olyan nagy a látogatószám, akkor nincs naponta x időközönként induló uh, idegenvezetés. Mm. És lehet, hogy néhány izgalmas templom, vagy szép templom is útba esik. Igen, ez a Pöllaubergi uh, bucsújáró templom. Pöllau és a régiója az egy, az egy tehát, tehát, természeti értékekben is, uh, is, gazdag, és a Pöllau melletti, illetve körülölelő hegyek egyikén található ez a, ez a kegy templom. Érdekességet talán, hogy már a 12. században jártak ide e, zarándokok egy, egy Mária kép e, miatt, és az első templom, amit itt létesítettek, a mai Szent Anna templom, az egy román stílusú kápolna volt, ezt bővítették ki később, illetve építették át barokk stílusban, és nagyjából, ha jól olvastam, akkor az 1340-es években jött a gondolat az arándokok nagy száma miatt, hogy, hogy érdemes lenne egy nagyobb templomot építeni és egy gótikus templomot építettek, ami a stájár gótika egyik legszebb példánya, épülete, úgyhogy feltétlenül érdemes ellátogatni ide, és talán nem is csak maga a templom vagy a gótika miatt, hanem azért is, mert varázslatos kilátás nyílik innen a környékre, szép időben ellátni egészen Magyarországig vagy Szlovéniáig. Van olyan egyébként ezek között, a várak között, amely a Története miatt érdekes nekünk, vagy az építészeti stílus miatt, vagy valami egyedi van benne, amit te még szeretsz, vagy érdekel? Ugye sok a magyar vonatkozás, mindig, ha olvasok ilyen, ilyen helyekről, akkor, akkor azért az megragad is. Például a Füsztenfeldi vár önmagában véve talán nem is lenne a leghíresebb, vagy a leglátványosabb dolog, de onnantól kezdve, hogy, hogy több magyar, rablás, hódítás áldozata is lett a fősztenfeldi vár, innentől kezdve mindjárt érdekesebbé válik a, a története. Hozzá kell tenni, például Napóleon francia seregei is jártak ebben a várban, úgyhogy nem csak a, mi magyarok voltunk az egyetlenek. És érdekessége még a várnak, hogy egy idő után elvesztette, úgymond a, a védelmi funkcióját, és ezután volt egy időszak, amikor dohánygyár működött benne, később iskolaként is funkcionált kaszárnya, de katonai kórház is volt, és ebben a feldi várban például van kiállítás, úgyhogy itt meg tudjuk ismerni a várnak a történetét, illetve a városnak a történetét, és egy picit bepillantást nyerhetünk itt a dohánygyártásban is a, a, azon apropóból, hogy, hogy dohánygyárként is működött a vár. Na ez például azért jó, mert mindig gondolok a családokra, hogy ott le kell valahogyan kötni a gyereket is, meg le kell kötni a felnőttet is, mondjuk a dohánygyár valószínűleg a felnőttet fogja érdekelni. En Ausztriában jellemző, ugye vannak is erre szövetségek, akik kifejezetten arra koncentrálnak, hogy a gyermekes családoknak kínáljanak programot, és tudják ezt a kihívást, hogy ugye egyszerre felnőtteknek és gyermekeknek is meg kell felelni, úgymond a, a kínálatban. Ez a szállásadók terén is megtalálható, és a a turisztikai látnivalók terén is nagyon sok olyan, olyan program van, akár egy kisebb alpesi játszótér, ahol a vízzel lehet játszani, gátat építeni, és utána tovább engedni a vizet. Néha nem kell egy komplett vidám parkra gondolni, de, de több órás elfoglaltságot ad, akár, akár néhány gátépítés is a gyerekek. Stájerországi kastélytúráról, túraútvonalakról, egyénileg és családdal is élvezhető élményekről beszélt a szakember ausztriai sorozatunk eddigi részeiben. A következő epizód fürödni, wellnessezni vágyóknak ajánlott.